Sziasztok, jó napot kívánok, az M3 Autópark termékmenedzsere vagyok, Zokni Fej Péter. Egy Peugeot 206-os fogok nektek megmutatni, remélem, hogy ez tetszik majd nektek, és eljöttök ide hozzánk. Először is üvölt, mint a sakár ez az autó valamiért, mindjárt megnézzük, hogy miért is teszi ezt. Nagyon jó, tehát azt tudjuk már, hogy a riasztója az jó. 136 ezer kilométer van ebben az 1.4-es HDI motoros kis 206-ban. Szépen jár a motor benne, indul is. Szép a bőrkormány is ezen kívül ebben a kis szekérben. 4 darab légzsákot találtunk benne. Jobbról balról és az ülésekben is van. Jól szól a rádió benne, klímás a szerkezetünk. Egy 5-ös váltó van benne és elektromos ablakok ugye jobbra balra. Szép kékszínű szövetkárpittal rendelkezik ez az autó. Nincs lelakva, és abszolút szép, tiszta az egész kocsi. Nézzünk bele ide a hátsó ülésekhez is, hogy itt is ugye mit találunk. Itt is minden rendezett, és szép, tiszta minden. Hátul pedig tekerős ablakokat találtam. Na, és akkor ezen kívül el tudjuk mondani róla, hogy 2002-es, 1.4 HDI, szép alufelni van rajta, jó gumikkal, vonóhorog van rajta, és majd, hogy nem friss műszaki, 2016 és januárig tart a műszaki vizsgájának az autónak. 5 darab ajtó van rajta, amint az látszik, és szerintem a fényezéséről és illetve a karosszériáról elmondhatjuk, hogy szép, tiszta, rendezett, nem horpadozott, nem karistolt, minden üvege épp az autónak, nem kell vele szerintem jelen pillanatban foglalkozni. Nézzünk bele a motorház tető alá, hogy itt mit találunk, persze ez csak próba, meg sikerült oldalom. Szépen jár a HDI motor, 4-5 liter gázolajból ezt simán meg tudja tenni 100 km-enként, remélhetőleg gond nem lesz vele. Szépen csendesen jár, és mint mondottam, kevés üzemanyagból is megteszi azt a 100 kilométerét. Itt vagyunk az M3 Autóparkba. Sziasztok, a viszontlátásra, ne felejtsétek el, m3autopark.hu, itt mindent megtaláltok, ami nektek kell. A viszontlátásra!